ott ki fog esni a következő fél órában, vagy 3-4 órában, vagy még pluszban, hogyha még overtime-ből el fogják vinni, plusz 10 percben még, mert miért is ne akarják elvinni amúgy igazából. Szóval, kibeszéltétek, hogy mi, hogyan, mer, hány méter a két csapat között, egyet kell értsek, főleg veled, és hát nézzük is, hogy itt az utolsó mérkőzésünkön, az utolsó összecsapáson ki lesz az, aki majd a holnapi napon tud még küzdeni a döntőért, és mai napon búcsúztatja az ellenfelét. Ezen fog minden múlni, és Piro meg is kezdhetné a Zenedar is rámenne, rá is lövi, Milán is ott van, de végül ott az MTK védelem. Pontosan abban az iramban indul el ez a mérkőzés, amire számítottam. Hát legyen is így végig. Milán, kell ma is a jó teljesítménye Milántól. Ugye az előző héten talán őt emeltem ki, hogy nagyszerűen tudott teljesíteni minden téren, és fel tudott kerekedni a csapatban. Most viszont védekezésre kell, hogy szoruljon a DSK csapata. De vajon mennyi időbe telik az első találatot megszereznie a csapatoknak? Ott is van az összjáték! Christian, illetve Norbi az, akik nagyszerűen összejátszva Norbi passzával, Christian lövéssel az MTK Budapest szerzi meg a vezetést. Nagyon gyorsan tud válaszolni a mérkőzésre. Kevés is volt a boost a csapatnak. Mármint pontosítok a csapatnak. És nem tudott már úgy pozícionálni rájuk. És jól tudta tartani a nyomást az MTK. Most is itt láthatjuk, hogy Christian az, aki támadásokra próbálná vinni az egészet. De Milán átvette a labdát és rámegy a flipriszetre, de nem elfékeli. És Trolli az, aki tud hárítani végül belőle. Piro át is veszi az újabb támadásra és megy önmaga egy személyében, de végül elfogyott a boost, nem tudott úgy pozícionálni, Trolli következőben lepasszolja Christian felé, Christian pedig rálövi, üres a kapu, és a második találat ott az MTK Budapest részére. Elrotálta magát a TSK, Zenedar próbálta még menteni a helyzetét, talán ő volt az, aki egy kicsit túlságosan előre ment, és megpróbálta ott még rögtön lefülelni az akciót, nem sikerült neki, és így megduplázza előnyét az MTK Budapest. Annak ellenére, hogy mind a két csapat egyelőre nagyon jó, mint offenzív, mint defenzív oldalról nézve. Trollinak megvan közben a hárítás. Pirótól viszont eléggé rossz a beleérés, majd elrepül. Reedre ment inkább, Christian megy a backboard Reedre. Zenedar rossz a beleérés, jön a lövés, és ott a harmadik találat. Egyelőre az MTK-nál álomkezdés. A TSK csapatánál pedig nem feltétlen az, amire számítottak talán. Nem sikerülnek a támadások ellentétben az MTK oldaláról nézve, ahol pedig nagyszerűen sikerülnek ezek. 3 perc, 3 gól a differencia. Most már azért a másik oldalról is kellenek a találatok. És jött Milán! De gyönyörű a védés Norvitól. Éppen hogy meg lett Norvi részére. Szép, majdnem megvolt a szépítés a másik féltől, azonban ismét jó bám, Milán pedig a kapuból végül tud beállítani, Zenedar le is passzolja Piro felé, Pirónak a csúsztatása erős, de ott volt két védő is, Zenedar még visszafölmegy rá, megvan neki a flip reset, rá is megy, de nincs meg a touch, és végül ezzel Christian tud tisztázni, azonban csak Pirohoz esik a labda, Piro még mindig ceilingről megvan neki, tovább tud menni, nem, Norbi végül megakadályozza, Milán átveszi ismét a támadásra, elmegy a pincsre, inkább kimegy szélre, és inkább próbálkozik egy passzal végül Zenedar középre, de hát Norbihoz esik a labda. Trolli még mindig, mert próbál fake challenge-elni, de Piro eléggé rutinos már, hogy ezeket szépen tudja előre látni. Most viszont megint üres lehet a kapu, a boost előny viszont Pirónál, úgyhogy ezt az elvárna az ember, hogy tisztázni tudja, eléggé nehéz helyzetben volt talán Trolli, de lehet nem volt, inkább Norbi volt az. Most van Trollinál labda, gyönyörű a Musty Flick, kevés volt a boost viszont, hogy viszonylag erőt is vigyen bele, hogy a backboardig elérjen. Fogy az idő az első mérkőzésből, az állás továbbra is 3-0, szépen tartja az MTK az előnyét, viszont azért látjuk, hogy vannak megvillanásai a TSK csapatának. Most is érkezik egy, de Christian egy nagyszerű preflippel végül megmenti a kék kaput még mindig. Nem elég, most is jön egy demo Piro részéről, talán ez a Milánnak a 58, ami megnyeri és be is viszi azt, éppen hogy Trolli nem tudta elérni, és a 50-t
elveszítette, ezzel pedig szépít jelenleg a csapat. És ezzel tud tovább menni, kevesebb mint másfél perc hátra. Két gólos hátrány, ebből kell építkeznie, vagy minimum 3 gól ahhoz, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. Pedig az MTK az elmúlt időben, másfél percben, 2 percben jól tudja tartani magát a kapuban, függetlenül attól, hogy valaki ki van-e demózva, vagy hogy éppen hátra érnek. Jó, szép a bump Norbival szemben. Így megvan a védekezés, az viszont egy eléggé szép szituáció volt megint, és akkor a TSK-tól jöhet a kontratámadás, Pirótól csúsztatás! És ott van a második találat, nagyon gyors, 2 gólt talál, 137 km per órával bombázta az be Piró, még éppen elkerüli a bumpot, és ezt egy pattanás után tudott még ekkora sebességgel bepattani a játékszer. Még mindig van 1 perc hátra, és már csak egyetlen egy gól választja el a két csapatot, de vajon lesz egyenlítés? Milán nem tudott lőni, mert Norbi volt ott, és szépen fogta a szöget, de ezek most egyértelműen a TSK-nak a percei, másodpercei, most viszont kitámadhat az MTK. Pirónak kell figyelnie, hátul érkezik Norbi, bepaszolja középre, Dronyi pedig be is fejezi, az gyönyörű play, elindul az MTK Budapest, nem is hibázik benne, elveszi a labdát, Norbi bepaszolja, Dronyi pedig csak nyugodt szívvel Milán fölött be is helyezi azt, és ezzel ismételten 2 gólos előnyben az MTK. Bal felső sarokban a pókok kirepültek a kapu hátuljára. Nagyon gyors harmadik TSK találat kell, de inkább most már úgy látszik, hogy az MTK az, amelyik az a csapat, aki esetleg befejezné ezt a mérkőzést most már. 30 másodpercen belül vagyunk, és elrepül Piró, és érkezik Trolli, megvan a reset, nincs meg a reset, nincs meg, de Bush sincs mellé. Norbi, elmegy mindenki a labda mellett, de hát ez mind-mind az MTK-nak kedvezhet. Zenedor pedig nem tudja eltenni Trolli mellett a labdát. Gyönyörű a redirect, de csak tartja az MTK a labdát. 5 másodperc sincs. És már csak szépítés történhet itt az utolsó 0 másodpercünkben. Milán még mindig vissza a középre. Inkább elhagyták a labdát, és ezzel pedig az MTK Budapest 4-2-es arányban az első mérkőzését tudja megerősíteni. Lenyűgöző kezdőmérkőzés volt, így kell kezdeni egy szettet. Talán egy kicsit nagyobb piramú volt, mint az előző mérkőzés. És lenyűgöző pléjek. Ez lenyűgöző lett általában Pirótól. Helyezkedése nem volt probléma, szimplán csak a támadásnak a gyorsasága, és ugyanez elmondható itt is. Fogták a kapu mindenféle részét, kivéve azt a bal felső sarkot. Hát igen, lövések arányában gyakorlatilag ugyanott tart a két csapat, viszont gólok tekintetében az MTK bizonyult jobbnak, és ne feledd el, tehát az első 2 percben 3 gól született az MTK oldaláról, ott ment el igazából a TSK-nak ez az első mérkőzés. Hiába tudtak visszajönni, az MTK tudott találni még egy gólt, és így az MTK be is tudta húzni az első gémet. Meg szerintem ráadásul azt is mondhatjuk itt, hogy szerintem attól függetlenül, hogy az MTK valamilyen szinten be volt szorulva a kapunál, mert azért mégis láthattuk, hogy Pirói folyamatosan mentek és lőttek, amikor volt lehetőségük. Mégis az MTK tud úgy építeni, hogy nagyon pontos legyen az a támadás, és szerintem, hogyha 6-szor mentek támadni, akkor 4-szer megvolt, tehát hogy ez is nagyon sokat számít, hogy mi bizonyos támadásokból mely legyen el a találat, és aztán pedig jobban tud erősíteni aztán a csapatot ezzel is. Szóval innentől kezdve föl kell készülnie Pirójéknak, hogy hiába támadhatnak, de hogyha a pontosság nincsen meg, az MTK fog örülni ennek. Most viszont egy gyönyörű passing play, Milán az, aki megcélozta a jobb felső sarkot. Előtte voltak viszonylag gyengébb próbálkozások. Az viszont egy gyönyörűséges találat, Milán az, aki repült, pontosabban előtte Zenedar, majd Milán az, aki elég kis szép szögből tudott betalálni. És így a szett során először a TSK csapata megszerzi a vezetést 1-0-t át. És elég korán is, majdnem az első fél percünkben, és Milán támadhat ismételten, Christian ott volt viszont. Spiro tudna még egyszer felrakni backboardra a labdát, de Norbi már várta, illetve Trolli is megnyeri a 50-t, Milánnak kell az érintése, Spiro felé passzolja, de hosszú lett végül.
És ez Norbi meg tudta akadályozni, Milán még mindig középpályáról lassítja az MTK játékát, Zenedor pedig rá tudja lőni azt, és csak bünteti, hogy üres a kapu, Norbi nem tud visszaérni, 2-0 ezzel a csapatnak. Hát igen, nem ért oda éppen Norbi, és így most ugyanúgy kezdődik ez a találkozó, mint az előző mérkőzés, csak éppen nem az MTK, hanem a TSK csapata szerzi meg. Ez az első két volt, nagyon gyorsan most viszont ott van Christiantől, rögtön egy szépítő találat. Egy kicsit ezt most elnézte itt. A TSK Zenedarnak a 50-je nem sikerült úgy, ahogyan szerette volna, ellentétben Norvival, aki így egy asszisztot könyvelte magának, Christian a befejezéssel pedig, tehát ahogy mondtam is, megszerzi az MTK első találatát, de még mindig a TSK vezet egy találattal. Milán, éppen hogy rá tudott már arra a kick-offra. Viszont kaput nem tudott veszélyeztetni vele, talán ebből most az MTK el is tud kezdeni egy építkezést támadási ügyileg, de mondanám ezeket a szavakat, és most is azt látjuk, hogy Piroék sarokban ketrec harcolnak, hogy ki legyen a labda, még Norbi az az, aki menne Milánnal szemben, azonban 50-t épp az utóbbi játékos nyerte meg, és Zenedar kicsit megakadályozza az MTK csapatát, Norbi vissza Trolli felé, Trollinak a tárcsa kell, nincsen meg! És Norbi még rá tudja helyezni középre esetleg Trollinak, azonban végül a 50-t elveszítette, Zenedar tud ebből kicsit építkezni, kevés a boost, és Milán az, aki még mindig ott tartja a kék oldalon a labdát, Christian végül átveszi, és tud elindulni vele, viszont a 50-t elveszíti. Ami feltűnt, hogy Trollinál ott van egy fenek, ami az előző szedben egészen biztosan Octane volt, úgyhogy itt történt egy autóváltás. Most viszont Christian az, aki preflippel, így volt már egy gyönyörű mentése az előző mérkőzésen. Most majdnem egy gyönyörűséges találata is. Christian ceilingről, szép volt az összjáték Trollival, de gólt most nem eredményezett ez az akció. Ezen a dar. Tisztázni végül, Milán. Nem jó a 50 Norbival szemben, Norbi most nagyszerűen érzi ezeket. Viszont Milán adja középre, Pirónak egy kicsit erős, és kell ott a demo Trollival szemben, mert hogy ott van a passzjáték, Norbi viszont a befejezést nem tudja megoldani. Így marad egyelőre az egy gólos differencia, és nem tud egyenlíteni az MTK, de lehet, hogy Trolli backboardít után sem tudja megváltoztatni ezt az eredményt. Norbi Trolli felé le is passzolja, labdás szép a csúsztatás, azonban Piró végül megállítja a játékot. Biztosan elkezdi építeni most már a 50-t, meg is van neki, azonban végül Trolli érkezett rá, Milánnak kellett a védekezés, és Norbi ismét a lövő, Zenedar ott volt a kapuban már, most nyeri a 50-t, de nincs sok boostja, egy passra tud csak rámenni, vagy tisztázni kék térfélre, és Trolli át is veszi azt, Milán érkezik rá, válaszul Norbi, az aki harcolna Piroval szemben, és Christian megállítja az akciót, Zenedar még mindig, azonban végül nem érkezett rá válasz, Milán az, aki érkezik, ismételten, kicsit lelassult a játékunk, de mindenki mondom ezeket a szavakat, Milán meghallja, és azt mondja, hogy rálövi, utcu neki, rálőtte, 3-1. Hát rájötte egészen biztos, a Trolli nem is érte el a labdát, nagyon gyors play, solo play Milántól, aki megint csak 2 gólra helyezi azt a különbséget a két csapat között. Piro áttette oldalra Milánhoz. Milán középre adja. Valaki szólja Milánnak, hogy nem az MTK Budapest játékosa. Aztán végül is Piro megoldja. Az idő vészesen fogy. Az MTK-nak a lőtt góljainak száma 1. A TSK-é pedig ezzel a Zenedar góllal már 4. Kezd eldőlni a második mérkőzés sorsa. Kevés az idő, ráadásul 1 perc 10 másodperc és 3 gólos hátrány. Kicsit megfordult a kocka az első mérkőzéshez képest. Az MTK-nak válaszolnia kéne erre. Itt a 50-ből, illetve a kickoffból Trolli át is tudja venni, le is tudja passzolni Norbinak, azonban rövid lett. És Milán az, aki tudja építeni a következő támadásra, és lövi, Christian ott volt a kapu előtt. Trolli, eléggé kevés boostja van, de még Norbinak jó, aki nagyszerűen tudott végül beleérni. A kaput nem talált. Piro, jobb középre adott labda, Norbi, nem sikerül a tisztázás,
Rollinak ugyanez a feladata, megint csak nem sikerül. Piro érkezhet a lövéssel, Christiantől pedig egy elképesztő szép demo Milánnal szemben. Így megakasztotta a TSK támadását, ellenben jöhet az MTK kontrája, és még Christiannek a lövése! Hát így micsoda gólokat lő itt Christian, még ő valamennyire mérkőzésben tartja az MTK-t, lenyűgöző beleérés, és semmi esélye nem volt senkinek, hogy azt kiszedje onnan. Felső kapufa segítségével is. Még két gólt kéne valahogy találni az MTK-nak, és úgy látom, hogy valamilyen kick-off stratégia volt, amit még talán Christian sem értett hirtelen. És talán ez lesz a kedvező nekik, de végül a 50-t elveszítették. Norbi még vissza tudja passzolni Trollinak, de a flip végül nem sikeredett feléje. Norbi belközépre vissza, Christian pedig túl korán ment rá. És utolsó pár másodpercünk, folytán az idő az MTK-nak, Norbi még át tudja venni a labdát, azonban tisztáz az ellenfele. 0 másodperc, és ezzel pedig már csak szépítés történhet, vagy pedig lepattal a labda, és ezzel pedig a csapata tud egyenlíteni szetben. Lenyűgöző, amit egyelőre ez a szett nekünk mutat. És tényleg ez már egy vérbeli, rájátszásbeli negyed döntő mérkőzés, amit látunk. Nagyszerű playekkel, nagyszerű beleérésekkel, viszonylag kevés ki nem kényszerített hibával, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. És hát ez kell ahhoz, hogy valamelyik csapat egy, innen tovább viszont kettő pedig legyen esélye majd a továbbiakban. De hát, hogy melyik csapat lesz, ez egyelőre egy teljesen nagy kérdés. De úton vagyunk Champions Field fele, illetve az előbb kimaradt Neo Tokyo is most már remélhetőleg meg fog érkezni. Most már biztosan meg kéne, hogy érkezzünk, aztán majd először meg kell nézni a játékosok útlevelét. Hát igen, meg aztán hát, ha még megvan a pálya, minden oké is vele, nem rombolták szét, át kell nézni meg ilyen. Na, az Champions Field volt. Amúgy ez így van, hát ha már fel van újítva és meg fog történni, de le akarom ezt kopogni, szóval le is kopogtam ezt. Amúgy nagyon izgalmas, tehát ehhez képest, hogy az első mérkőzés során az MTK pontosabb volt, most kicsit, mint a támadások ügyileg nem volt meg az a pontosság, mint az első mérkőzésen, de hát ez valószínűleg az is belejátszódott, hogy sietnie kellett a gólok után. Christian hozhatja az első komolyabb lövést is! Milán csak be tudta védeni, ott volt egy zavaró tényező, Norbi az, aki nem tudott beleérni a labdába, cserébe egy kicsit megkergette Milánt, sőt, talán bele is ért Milánnak a dominuszába. Úgyhogy nagyon gyors egyelőre az MTK Budapest hajszája, és jött is vele egy találat, ők vannak előnyben. Strolli talán meg egyet tud lőni, meg is van a társadalmas középre Christiannek, de végül a védelem ott volt, még mindig ott pattan a labda. Nem engedi az MTK, hogy támadjon ellenfele, Norbi lepasszolja a Trolli felé, Trolli pedig rálövi, az pedig felső kapu van, és nem tudott úgy érkezni végül, Zenedarnak kell vigyáznia, mert érkezik Norbi, 50-t el is veszítette ezzel, és Christian rúghatná rá, jó fék, és végül Milán az, aki meg tudja védeni egy kis ideig a kaput, Zenedar pedig hatalmas mentés Trolli lövésétől. Most nagyon-nagyon kevés puszta szuprá, főleg itt Piro. Az, aki az előbb is ugye mondtad, hogy fék volt, feltétlen volt fék, szimplán csak Piro boostár volták eléggé rendesen. Ez a Trollitól nagyszerű a csúsztatás. Boltan fog itt eredményezni, azért a védők ide tudnak érni. Morbi, Zenedar felé megint. Zenedar, jó a lövés! Első kapufa, megmenti az MTK Budapestet. De nagyszerű egyelőre. A támadó játéka megint csak ismétlen magam mindkét csapatnak. Milán, meg lesz a backboard, így megvan! És a lövés! Gyönyörű a blokk Trollitól! És most tud építkezni Trollivel, el is passzolja Christian felé, azonban végül hosszú lett a passz. Christian meg is csúsztatja, és ott felső kapufa végül! Épp hogy nem ment be, nagyon szép játék volt részéről, és Piro tud építkezni, kevés a boostja. Norbi megy is a demóra, és Trolli végül meg is nyeri a 50-t, Zenedarnak kell figyelnie hátul. Trolli érkezik rá, és végül viszont meg is nyeri Zenedar a 50-t. Sőt, tovább is megy, aztán végül Christian az, aki megállítja, és egy kicsit most lelassítja a támadást, aztán egy gyönyörű pop Norvit a Trolli fele. Zenedar, Pirónak az mondanám, hogy nem lesz jó, de az a végén odaért. Továbbra is tartjuk ezt az 1-0-ás mérkőzést.
Zenedar, a Zilingen nem pattan a labda, Milán középre adá Pirónak. Pirónak kellett a beleérés, különben elég négy nagy bajba lett volna a TSK. Trolli, és nem jó a beleérés, sőt nem is ért bele talán Zenedar. Egy kicsit gyengét talált el Trolli, ez is zavarta meg ellenfelét. Egy kicsit, hát lehetséges, hogy passz lett volna Christian felé, de a végén gólt eredményezett, úgyhogy szerintem nem fogja nagyon zavartatni egyik őket sem. 2-0 féltávhoz érve az MTK Budapest javára. És Zenedar talán most tudna szépíteni Norbi. Épp hogy visszaér. Azonban Christian már a végben rá is megy a flip resetvel, kicsit lelassítja a játékot. Norbit megvárta, rá is lövi azt, és végül Zenedar. Épp hogy ott volt a kapuban, Milán. Az, aki elkezdeni építeni a következő támadást, és Pirónak kell a kisegítése. Sőt, rá is megy, de kevés a boost, nincs is meg a flip reset. Bump megvan viszont, de azt látjuk, hogy az MTK-nál van a labda, és itt a sarokban kicsit veszekednek, hogy ki tudjon belőle támadni. Végül Milán az, aki beleér, illetve Pirói 15-nek Zenedar veszi át. Norbival szemben kell megnyernie Christian ellenézést, és végül ő az, aki lepasszolja középre. Azon Piró érkezne, nincsen meg. Zenedar csak el tudja adni a labdát. Hopp, az viszont Norbitól egy elég awkward position. Úgyhogy érkezhet újra a TSK, megvan reset pillanatnak. Még egyszer bele tudott érni. Végül Piró az, aki teszi Zenedar mellé, ebből viszont támadhat az MTK Budapest egy kontrával. Troll egy kicsit rámegy inkább a 50-re, dupla 50-re. Piró Milán felé adná, de meg Pirónak megint nincs boostja. Ebben a harmadik mérkőzésben már sokadjára van ez a probléma Piró oldaláról nézve. Az MTK így nagyszerűen játszik Trollitól, megint a beleérés és bepattan a labda. Ott volt egy játékos, talán Norbi volt az, aki a kapuban elkezdte bámpolgatni a narancs játékost. Sőt, hát nem bámpolgatta, de aztán végül kapott egy bámpot Pirótól. Éppen nem tudták kimenteni a TSK játékosai. De végül megint ott van az a három gólos előny, amit az első mérkőzésen is láttunk. Most viszont nem 3 perce van, hanem csak 1 perc 15 másodperce a TSK-nak arra, hogy visszahozza ezt a hátrányt, sőt, már csak 2. És már csak 2, ezen múlik, 1 perc. Kevés idő, de hogyha Kifukovból ezt fogja így folytatni, és ki tudja használni azt a lehetőséget, hogy az MTK egy helyen van, és üresen a kapu, akkor talán még vissza tud jönni a játékba a gólok szám ügyileg. De ahhoz meg is kell nyerni aztán a mérkőzést, és Zenedar át is veszi Kikovból a labdát, de Christian megállítja őt végül az égben, és Pirónak kell figyelnie, hiszen ott van 2 MTK játékos is, egy játékos mellett elviszi, Trolli viszont ott volt. Milán végül közbeavatkozik, és passzolja Piró felé, Pirónak a tárcsa nem tökéletes, Milán érkezik, és végül elég érdekesen próbálta megjátszani, de végül nem úgy sikeredett. Trolli viszont a flick Piróval szemben túl korai volt. Sikerült a Breezy, Zenedar jó az erdőből Milán felé, aki csak Christiannek az autóját találta el. Piró, jó a beat, majd jó a beleérés, Milán tolja át a lövés, és még egy beleérés talán még tőle, de Norbi az, aki ott van, és folyamatosan tud tisztázni. Pirónak megint elfogy a boostja, ezt nem tudom, hanyadjára mondom mostanában. Aztán végül Milán, és most az NTK húzza az időt. Christian, jó a flick, érkezik Norbi, de őnek is nincs boostja. Úgy látszik, ez most a nulla boostos idők, amik most ránk köszöntöttek. Miközben nem maradt narancssárga védőit ebben a pillanatban. Piró, illetve Milán kétfelé elrepültek Zenedar, nem volt hátul. Az NTK Budapest pedig eldönti így a harmadik mérkőzés sorsát. Vélhetően bár még várjuk ki ezt a 7 másodpercet. Olyan gyorsan történnek az események, hogy egyszerűen a boost se fogja föl, hogy mit kéne csinálni, kinél kéne lennie boostnak. És ahogy mondtad is, hogy Pirónál például soha sincs, tehát hogy 5 percig megy a játék, és egyszerűen 0-0 volt a boostja. Nem is értjük, hogy hogyan tudott akkor érdöbölözni néha itt-ol. De talán lehet emiatt van hátrányban kicsit a narancs csapat, és az MTK ezt tök jól ki tudja használni, hiszen nem tud támadni ebből a ellenfele, és nem tud úgy építkezni, nincsen meg a védelem ebből, érdőből benne egyszerűbb lehet támadni. Szóval igazából onnantól kezdve az MTK-nál van az előny, hogy nincs boost management a csapatnál. Igen, és így az MTK azok után, hogy azért a TSK vissza tudta hozni itt a szetten belüli hátrányát, most megint csak hátrányba kerül. Úgyhogy a
adott a feladat megint a TSK-nak, visszajöjjön 2-2-re szettállásba, az NTK-nak pedig az, hogy akár 3-1-re módosítsa és tripla setponthoz jusson a csapat. Úgyhogy meglátjuk, hogy melyik fog teljesülni. Egy biztos, a jó mérkőzés szinte már garantált, ezután 3 mérkőzés követően lenyűgöző, amit az utóbbi 3-5 percben láthattunk. És még lesz minimum 2, aztán maximum még 4. De hát remélhetőleg az a maximum 4 fog megtörténni. Vagy pedig egy minimum 2 vagy 3, de akkor még izgalmasabb és bravúrosabb mérkőzéssel. Itt is vagyunk a következővel, negyedikkel. Piro már a kikomból át is veszi. És le is passzolná. De hát végül nincsen meg a labda. Ott boostja pedig kivételesen, most viszont nincs. Ennyi, és most pedig tudod hárítani. Hát valamit tud Piro, amit mi nem. Milán közben. Nagyon közel van. Piro nulla buszta, ennyi. A Piro megy nulla buszta. Úgy látszik, hogy nála fordítva működik a rendszer. Ha van boostod, akkor nincs boostod, ha nincs boostod, van boostod. Zenedal pedig tud tisztázni végre. A lényeg azért Piro nem feltétlen szereti azt a szituációt, meg a TSK, hogyha a boostárunk van. De hát láthattuk, hogy az MTK-nak egyelőre ez a taktikája bejött. És hátrányra, jó nagy hátrányba tudta tenni így a narancs csapatot. De hát ezt az előnyt, ezt valahogy tovább kéne nyújtani. Ehelyett megint érkezik egy Milán találat. De nem tudom, hogy az első két game lement, aztán most megijött egy MTK 3-0 a harmadik gameben. Most a negyedik gameben megint érkezik egy Milán gól, ahogyan a másodikban történt. Tiszta színsor ez az egész, és hogyha ez így fog haladni, akkor technikailag Champions Field-ig el kéne jussunk, hogyha jól számolom. Szóval igazából innentől kezdve nézhetjük, Norbi közben egy hatalmas bombával válaszol arra az egy gólra. Nagyon szépen felépítette az MTK a backboardra a játékát, és végül Milán, illetve Zenedar már nem tudta elérni azt a rövidet. Nagyon gyorsan válaszol az MTK. Hát igazából az, hogy onnantól kezdve, hogy a Piroék fel tudnak épülni. Amúgy a legelső gólukra amúgy azt hittem, hogy Norbi ott még pont bele tud érni. Ezért is csodálkoztam, hogy bement az a találat, mert olyan furán nézett ki, hogy így, hogy fönn van az autó, de mégse is, akkor góztárcs, vagy nem Pirótól pedig milyen paszt láthatunk, és Milánnak be kell tolockodnia a labdát, illetve egy játékost is, hogy bemenjen, és meglegyen a következő találatuk, pont Norbit, akit be kell vinni. Mondta, hogy akkor át mind a ketten, sziasztok, te is egy gólt érsz. És még most plusz fején az, hogy se Pirónak, se Milánnak nem volt boostja. Én nem tudom, mi történik, de amikor történt a passz, akkor Pirónak nem volt boostja, aztán Milán is elhasználta a tácsik. Itt pedig Christian az, aki próbálna elhasználni a Jolly Joker kártyát, de végül nem sikerül a double touch és a backboard read. Az MTK-nak kell most futni az eredmény után, lehet ugye szedben ők vannak előnybe egy kicsit, ők lehetnek nyugodtabb kedéllyel. Bár, hát ebben a szedben egyik csapat sem lehet, szerintem egy pillanatra sem nyugodt. Bármikor történhet egy pár fordulat. Most éppen érkezik a TSK, megint Norvi az, aki szépen csúsztat. Christiantől viszont eléggé nem volt jó a beleérés. Zenedar szépen le is tudja fülelni, Trolli pedig szépen fel tudja adni Christiannek. Christian vissza Norvi fele. Norvi viszont egy kicsit megakadt. Zenedar van fent, és Christian elől lövi el végül a labdát. Piro még mindig nem jó a bám, viszont jó lehet a lövés. Szép volt a blokk trollitól. Milán még mindig Pirónak le is passzolja, és hatalmas lövő végül, és 3-1 ezzel az állás. Nagyon szépen Milán le tudta passzolni. Épp hogy trollinak a védekezése nem volt meg, és aztán Norbi, illetve Christian már nem tudott úgy helyezkedni. Piro meg éppen hogy a felső kapufa alatt meg tudja lőni azt a labdát, és ezzel pedig pont kereken fél távnál még jobban meg tudja erősíteni, hogy két góllal vezessen a csapat. És támadhatnak a harmadikért. Trolli érkezik, megvan a reset, inkább otthatja Norvinak. Milán, mindig ő, ez Christiané lesz. Zenedar veszi el a busztját. Trolli, akkor beleérés, és ott valami történt. Trollinak adjuk a gólt. Nem tudom, hogy ott történt bámpan, csak
szimplán nem sikerült Zenedarnak elérni a labdát. És igen, ott van a bump Christiantől. Itt most már eléggé látszott is. És egy kérdés nem kapcsolódik most már ez a támadáshoz. Christiannek a nagyszerű bump assistjának köszönhetően, tehát megint csak szép itt az MTK is visszajön egy gólra. Tehát az egyenlítés kéne ahhoz, hogy minimum hosszabbításra mentsék ezt a negyedik mérkőzést az MTK játékosai. Amint már építi is föl egy Roli, illetve Norbi. Azonban Zenedar blokkolja ezt, Norbi vissza középre, szép volt a read. Rollinak kell figyelnie, Zenedarék már ott van, hogy nincsen meg a clear, és Zenedar erre tud építkezni, sőt be is passzolja középre, picit magas a labda, a Milánnak föl kell mennie, így kevés a boost, Spiro rálövi ide mellé. Most Milánnál lehet, jó a flick, egy emberen átmegy, a boostja elfogy, Christian. Jó a flick Norbi felé, Norbi trolli felé, és a szokásos 1-2-3 ettől a 3-astól már nem is annyira nagy meglepetés, nagyon szeretik. Milán érkezik backboardra, a lövéshez pedig már nem elég ez a helyezkedés. Milán viszont ott marad, és megszerzi a negyedik találatát a TSK-nak. Ez a bepassz még nem volt jó, itt még trolli tudott valahogy tisztázni, ez az Eldarnak a nagyszerű passzát követően Milán már hibátlanul behelyezi a kapuba a labdát. 4-2. Nagyon nem akarja a TSK kiengedni a kezéből ezt a mérkőzést, de hát ez érthető is, hiszen nem akarják, hogy szetponthoz jusson az MTK Budapest. És hát ők akarnak előnyben lenni, utolsó 1 perc hátra, és most jelenleg az MTK-nak kell rohanni a 2 gólos hátrányból, és láthatjuk, hogy Christian le is passzolt a középre, illetve Norbi is a labdát, azonban Trolli ott van, és végül Norbi az utolsó érintő. Egy kicsit megtáncoltatták az ellenfelüket, illetve a labdát is ide-oda passzolgattak, de végül megvolt, megtörtént. Norbi pedig az utolsó érintésével szépít, 3-4, 48 másodperc, 1 gólon múlik, hogy legalább overtime-hoz menjünk. Igen, Christian az, aki megnyeri a kikopot. Ott amúgy 2 darab ember, a 2 darab játékos nagyon elugrott az előbb a kapunál. Főleg a busztálás miatt is. Ez tényleg, tehát ez a legnagyobb problémája jelenleg a TSK-nak, hogy nagyon kevésszer van az, hogy nincsenek buszt hátrányba az MTK-val szemben. Viszont ha nincsenek, akkor viszont láthatjuk, hogy jönnek a gólok, jönnek a nagyszerű helyzetek. Most viszont az idő egyértelműen az MTK mellett. Piro pedig. Pontosabban épp, hogy a TSK mellett és az MTK-nak kell rohannia. Na lesz-e még itt egy helyzet? Avagy a TSK megnyeri a negyedik mérkőzést. Az idő ebben a pillanatban letelik. Trolli fenntartja a labdát. Még mindig. Zenedar pedig végignézi, ahogy Trolli leteszi. És így 2-2. Megint csak visszahozza magát a szedbe a TSK. Tehát ez páros számú game volt, és ez eddig a TSK-nak kedvezett. A mérkőzést legrosszabb esetben viszont game 7-ben kell megnyerni, ami viszont hát az eddigi papírforma szerint az MTK-nak kedvezhet. Úgyhogy hát nem tudom, mit kéne várni. Eddig hol az MTK, hol a TSK volt az erősebb. Most elvileg az MTK-nak kellene, hogy érkezzen egy erősebb mérkőzése. Tehát ha valamelyik mérkőzése, akkor ezen szerintem ez nem ennyire egyértelmű és kiszámítható. Itt inkább az a legnagyobb észrevételem, hogy amúgy mindig az számít, hogy melyik csapat szerzi meg az első találatot. Tehát mindig észrevehető volt, jó, függetlenül attól, hogy most tényleg úgy néz ki, mint a színsor lenne ez az egész, de mindig amelyik csapat szerezte meg az első találatot, mindig a másik kezdete, jó, lehet túlzó szavak, de minimálisan kapkodni, ugye támadás ügyileg védekezésben meg lehet szétesett, most is láthatjuk, hogy nincsen meg a legutóbbi 2 mérkőzés során a boost management a narancs térfélen, és emiatt is sokszor nincsen meg az a csapatjáték, amit eddig láthattunk tőlük. És valószínűleg ez, hogy aki megszerzi az első találatot, mindig a másik az, aki lehet, hogy kicsit az elején elkezd kapkodni. Hát most már lassan kapkodás nem lesz. Ellentétben megérkeztek végre az útleveleik a játékosoknak, így az előző szett után végre Neo Tokióba látogatunk, és hallgathatjuk a nagyszerű visszaszámlást a kickoffoknál. Tehát ezt úgy gondolom, hogy a játékosokat maximum annyira érdekli, hogy ki legyen írva, hogy tudják, hogy mikor kell újra
útnak indulni, és hát már, mint láthatjuk, fél perce útnak indultak az ötödik mérkőzésen. És itt van az első komolyabb lövés, Pirónak a lövése, viszont trolliban kötött ki. És most Milánnak kell vigyázni a hátul, és kevés is a boost, ráadásul az egész csapatnak is ebből tud építkezni az MTK fölött. Christian ezzel az érdrübüllel, amivel végigviszi, és Milán épp hogy visszaér a kapu előtt, azonban pont az említett játékos építeni, és föl Norvi megállítja őt, Piró pedig visszapasszolja Milán felé, Milán pedig készülhet egy passzra, középpályára, vagy akár egy demóra, de végül ott hagyja Trollinak, és Trolli lepasszolja Christian felé, Christian meg jó helyen, jó pozícióban, az MTK Budapest az első találtát szerzi meg. Gyönyörű passz Trollitól, még szebb befejezés Christiantől, pontosan kihasználta az utolsó 5 darab boostját is arra, hogy még egy nagyon kicsit feljebb menjen. Illetve arrébb, hogy pont jól találjál a labdát. 1-0. Majdnem 1-1. Trolli az, aki megint csak mindent bevetve maradt ott a kék kapu előtt és hárította a szituációt. Zenedar egy újabb nagy helyzet. És Trolli az, aki megint jön. És ő az, aki itt a kék kapu előtt próbál védekezéssel kicsit villogni az NTK részéről. Na jön az egyenlítés, eddig a páratlan számú mérkőzésekben 3-0-ás NTK vezetés volt mindig. Most viszont ez változik, mert hogy Zenedar révén egy nagyszerű Piro asszisztot követően megszületik az egyenlítő találat, nem engedi el most 3-0-ra az NTK-t a TSK csapata. Piro csak befiftizte azt a lehetőséget, hogy épp hogy Trolli nem fogja eltalálni a labdát, és bejött, és hát azután az a card control, az tökéletesen asszisztált, aztán végül Zenedarnak. Viszont majd pont az említett játékosnak kell vigyáznia középpályán, illetve aztán építeni a paszt. Pincs meg is van, de hát végül Trollihoz érkezik csak a labda, és Milán, aki átveszi, Zenedartól a csúsztatás, de felső kapufára érkezik végül a lövő, és Trolli tud menni, jó flick, felső kapufa, és végül Norbi, nagyon lassú a labda, de még így is bemegy. Hát az egyik oldalon egy majdnem nagyszerű gól, majd itt egy rendkívüli szép flick assist Trollitól, és Norbitól pedig a befejezés pontosan olyan jó volt, hogy abba senki ne tudjon beleérni semmilyen körülmények között. 2-1, így az MTK Budapestnek, sőt, ott van a harmadik! Trolli most nem asszisztot, hanem gólt szerez saját magának. Christian az, aki most feltette a backboardra csapattársának a labdát. Így ha nem is 3-0, de 3-1 az állás, közel fél távhoz érve. Megint csak úgy tűnik, hogy az MTK-nál van egy kis momentum. De meddig marad ez? Pirótól a lövő! Hatalmas játék! Eddig. Ezután egy hatalmas play után Zenedar passzából, Piró pedig csak rálövi. Hihetetlen, hogy milyen szépen észrevette, hogy üresen áll a kapu technikai, hogy nem fognak visszaérkezni a védők. Mind a két szélről hiába jöttek, nem volt elég idő, nem volt elég boost, hogyha már lehet ezt így mondani. 3-2-re módosul jelenleg a tabella. De még mindig futnia kell a narancs csapatnak, és most is azt látjuk, hogy Trolli az, aki támad jelenleg, Norbi még vissza középre, de végül Piro megállítja. Piro nem jó, elmegy Christian mellette, viszont Trollinak ez annál inkább jobb. Jó a bump Christiantől, Piro az, aki tud tisztázni, magának passzol, majd fel is szabadít most már végleg. Norbi, mindig ő, jó a 50 ellenfelével szemben. Aztán végül Zenedar, illetve Piro veszik össze egy kicsit a labdán, üres lehet a narancs kapu. Aztán végül Norvi, illetve Christian nem tudja megoldani a szituációt. Trolli inkább ott hagyja Christiannek a labdát, Christian még mindig, Milán az, aki lefüleli Christian. És Norvi lepaszolja vissza Trolli felé, Trolli pedig a lövő, de gyenge. Milán ott volt, tudta olvasni, viszont kevés a boost, jó flick. Egy ellenfelével szemben, Pirónak nem hagyja ott a labdát, veszekedtek rajta, azt mondta, hogy nem. És Piro vissza be középre, Milán pedig nem tud ráhelyezkedni. Viszont egy passzra még megpróbálja beadni Zenedarnak, nem sikerül neki. És végül Pirónak kell figyelni a hátul, meg is van a 50 középpályán. És most Christiannel szemben végül megnyeri a labdát, Zenedarnak kell érkeznie, de a lövő nincs meg. Trollitól, most rá egy kicsit több a hiba Trollinál.
nagyon sok olyan labda van, amiben nem tud beleérni. Most viszont egy 50 kell Norbi, illetve Milán között. Ez a középrajtja Milánnak, aki viszont nem tudja eltállni a kaput. Piro viszont felrobbantja ellenfelét, így még támadásban marad a TSK csapata, akinek már csak kevesebb, mint egy percük van megszerezni az egyenlítő találatot. Különben a Wasteland Knight pályára már úgy kell érkeznie a TSK-nak, hogy az MTK-nak szetpontja van, és nem hibázhat semmit. Tehát ez ugyanígy van a másik félről is. Bármelyik csapat is nyeri meg ezt a mérkőzést, nagyon biztosan, egészen biztosan szetponthoz jut. 30 másodperc múlva lehet kiderül, lehet nem. 30 másodperc és egy gólos különbség, Piro megnyeri a két 50-t. Azonban ne, túloldalt nincsen csapattársa, a trolli tudja azt átvenni, és jó pincs, azonban a blokk is. Gyönyörű Norbi, az aki átveszi a labdát, sőt még megy vele, Milán végül ott volt a kapuban. Christian próbálja megállítani ellenfeleit, sőt meg is sikerül az, Piro felrobbantja őt. Norbinak kell figyelnie Piroval szemben, illetve Milánnal, sőt még rá is tudja azt vinni Zenedar. Viszont megállítja, 0 másodperc, és figyelni kell, fönn kell tartani a labdát, mert mindig fönn van. Épp hogy majdnem lepatintotta az MTK, Milán, de passzolja Piro felé, azonban az inkább trolli volt az utolsó érintkező. Zenedar pedig nincsen meg a tács, és ezzel pedig az MTK Budapest van előrébb. Így van, Zsirorba harmadjára tudja megszerezni a szedbeli vezetést, azután, miután döntetlen volt az állás. 1-0, utána 2-1, most pedig 3-2 arányban tudnak szetten belül vezetni. Viszont eddig kettőször vissza tudott jönni a TSK. A céljuk adott, harmadjára is megcsinálják ezt úgy, mint ahogy az MTK az előbb említett dolgot. Viszont ehhez most már egy bizonyos nyomás is társul mindkét csapathoz. Az MTK-nak ez már a szett győzelme lehet, illetve ezt jelenteti ez a mérkőzés győzelem. Még a TSK-nak pedig a mérkőzésben, szedben, illetve mindenben, az egész eseményben maradás, hogy holnap még játszhasson a TSK. Ahhoz most már a maradék potenciális két meccsből mind a kettőt hoznia kell az MTK-val szemben, az MTK-nak pedig minimum egyet a következő lehetséges kettőből. Most viszont jön a páros számú game. Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy mit mondjak erre. Hát ha tényleg megtörténik ez a színsor. Amúgy akartam felhozni nagyon gyorsan, hogy nagyon érdekes volt, hogy az előző mérkőzésen amúgy 3-3 igazából backboard leadben szerezte meg a találatait az MTK Budapest. És talán ez is sokat számít abban, hogy ők nagyon ez a csapatjátékban dolgoznak, mint sem szólóba próbálnak szerezni találatot. Szóval a továbbiakban backboardra is oda kell figyelni a csapatnak. Norbi, illetve Piro, az aki harcol a labdáját itt a sarokban, azonban Piro megnyeri azt, és Zenedarnak le is tudja passzolni, ő pedig tisztáz, és végül középen le is adja magának Zenedartól egy hatalmas lövő, hatalmas play, első találata is. Lenyűgöző, nagyszerűen olvassa a bounce-t a cornerből, és aztán a befejezés is ragyogó, éppen nem tud odaérni egyetlen MTK játékos sem. Megvan a vezetés a TSK-nak, és hát eddig 5 mérkőzésből 5-ször volt az, hogy aki megszerezte az első találatot, az megnyerte aztán a gémet is. Most a TSK megint megszerezte ezt, a kérdés az az, hogy az MTK hagyja ezt a sort folytatni. Nagyon közel vannak az egyenlítő találathoz, de valahogy ki tudják hozni a gólvonal mentéről a játékszer. Zenedar pedig a 50-ével újabb értékes másodperceket szerez a TSK-nak. Piro megy oldalról, szép a demo Zenedartól, a második bump viszont már nem jó. Piro vissza backboardra, Milán felé, azonban közben avatkozik Christian, Zenedar ismételten le is passzolja középre, de nem érkezik rá válasz, és Norbi tud tisztázni, trolli felé le is passzolja azt, trolli pedig ráviszi Norbi felé, Norbi, az nem érkezik már, Piro ott volt, és ő is tudja vinni a továbbiakban. Sőt, a 50-t meg is nyeri, de kevés a boostja, le kell passzolni a labdát sürgősen, mert jön Christian, és végül meg is nyerte a 50-t, az viszont elég veszélyes volt. Jó bump, azonban trollitól a társ végül nem volt meg Norbi felé. Oha. Itt a védekezés kicsit szétesett,
De végül valahogy Pyro kisegítette őket, és Christian tudja még bepasszolni. De talán Trolli rálövi, és ott is van a találat. Igen, egy kicsit a védekezése nincs most rendben a TSK-nak, hiába volt ott a demo. Double commit, majd itt gyakorlatilag, ha nevezhetjük így, akkor egy triple commit. Senki nem maradt a backposton, mindenki csak ment oldalsú irányba, párhuzamosan egymással. Meg is van az MTK-nak az egyenlítő találata, és Christian pedig megszerzi a második MTK találatot is. Nagyon gyorsan tud fordítani a kék csapat. És végül ismét itt a védekezésnél, ha jól láttam végül, Pyro épp hogy nem tudta már úgy pozícionálni magát, hogy elérje a labdát, Zenedor meg már nem tudott vele mit kezdeni. Már becsorgott az a labda, 3 perc hátra, 1 gólos hátrányban a nagyon csapat, és ők nekik kell ismét futni a hátrányból, illetve a veszélytől, attól, hogy kiessenek a versenyből. Azonban Norbi építkezne, de Milán megakadályozza ezt, és Pyro érkezik vissza a sarokba, Milán kicsit megállítja, várakozik, de végül átveszi, rálövi, de 3 MTK játékos védekezik, Zenedor pedig középpályán megállítja őket kis ideig, Norbi végül tisztát. Milánnak a passz Pirótól, Milán elviszi, és Milán befejezi. Az egy személyes hadsereg Milán révén féltávhoz érve megint döntetlenre módosítja az állást. Trolli volt az, aki megint elugrik a labdától, és nem volt meg a rotation, nem volt ott az MTK, hogy ebből a szituációból még ők fognak rosszul kijönni. Így történt, így megint 2-2. És döntetlen az állás, Milán hát is veszi kickoffból, azonban Christian ott van, de passzolja Trolli felé, Trolli vissza a Norbinak, Norbi pedig szépen lassan játszol, de üres a kapu, és hát ezt Milán bünteti is, túltámadott az MTK, megnyerte a 50 Zenedor, és hát Milánnak csemege volt ez a gól, 3-2. Megint csak egy gyors fordítás, előbb 1-0-ra vezetett a TSK, aztán gyors fordítás, MTK 2-1, vagy gyors fordítás TSK 3-2. Úgy látszik, ez a gyors fordítások gémje lehet, de hát nyilván kinevet a végén kérdésünk válasza, az majd hát legjobb esetben is 2 perc múlva fog napvilágot látni, mert hogy ennyi van hátra. A 6. mérkőzésből gyönyörű a dáblatás közben. Passzként jó volt, viszont nem érkezett rá csapattárs. Trolli az, aki megint nem tudja eltenni a labdát. Igen, Trollinak most egy kicsit össze kell szednie magát, Milán pedig rámegy a bumpra. Christian egy kicsit így össze is zavarodott talán. Zenedar pedig szépen ezzel a lövéssel megszerzi 4. találatát a csapatának. És így már 2 gólos az előnye a TSK-nak. És kezdő biztosítani azt, hogy Champions Fieldet biztos fogunk látni, de kevesen mint 2 perc hátra. Az MTK meg tud válaszolni erre, vagy pedig büntetni is, hogyha úgy pozícionál az ellenfele. Norbinak a passz nem történik meg, kicsit szétesett az MTK középpályán. 3-an is rámentek, nem tudták eldönteni, hogy mi történjen. Végül azt láthatjuk, hogy Milán tisztáz fölfelé, kicsit összeszedi magát az MTK hátul, és talán most Norbi az, aki lőhetne, azonban blokkolva lehet. Trolli még mindig ott tartja a labdát a nagy térfélen, jó csúsztatása, de Norbi az végül nem érkezik, Zenedar Milán felé lepasszolja, és vigyázni is kell. Pyro szép a tisztázás, Milán 1-1-ben megnyeri a 50-t, azonban Pyrónak kell érkeznie, rálövi, és ott a lövő, és bemegy a labda. Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a TSK azok után, hogy 3-szor szerezte meg szedben a vezetést az MTK Budapest. A TSK zsinórban harmadjára ezt le is dolgozza. Viszont 1 perc 13 másodpercet még várnunk kell ez. 3 gólos előnyt viszont innentől már ennyi idővel be lehet osztani. Egy biztos, hogyha ezt innen a TSK behúzza, én nem gondolom, hogy az MTK nem kellene, hogy kikérje az időt. Most van nagyon sok minden beszélni valója. A kék csapatnak 1 perc. Ennyi ideje maradt az MTK-nak, hogyha ezt itt Wasteland Knighton be akarják fejezni, és nem akarják azt az új Champions Field pályát, amit már mondtam a tegnapi nap során is, hogy felavattak. Nem akarják, hogy felavassák. És itt van Trolli! Ők nem akarják még ezt elengedni. 42 másodperc. Elége? Hát persze, hogy elég. De vajon ezen a mérkőzésen elége 2 gólra? Vagy pedig nem fog. Megint
minden azon fog múlni, hogy az MTK hogyan szedi össze magát. És most is egy elég érdekes kick-off után Trojnak kell épp, hogy visszaérkezni a kapu elől. És Piro már ott is van, és Christian az, aki blokkol egy ideig. De ismét jön Milán a 50-vel, és hát meg is szerzi a hatodik találatot. Ezzel pedig ismét három gólos előnyre tesz szert csapatának. Nem tudni, mi történt most az MTK-nál, itt a kick-offoknál. Igen, és egy pillanatnyi életet próbált magába adagolni az MTK, és ezt rögtön le is adja ezzel. És 30 másodperc, gyors három gól kéne, de nincs meg a labda, inkább még a védekezésre kell, hogy koncentráljon. A kék csapat double commit közben újra a TSK-n, ez mostanában egy kicsit úgy látszik, hogy sokszor volt. De az időt húzzák most már, nekik nem kell gólt lőni, nekik teljesen mindegy, hogy ennyire nyernek. Őnekik az a lényeg, hogy ezt a mérkőzést be tudják húzni, hogy szedben tudnak maradni. Nekünk meg az a lényeg, hogy megyünk Game 8-re, Champions Field-re. Egy dolgot fontos kiemelni. Az MTK címvédésért megy, és most azt láthatjuk, hogy a csapattal szemben a negyed döntőben Champions Field-en fogja eldönteni, hogy meg-e fogja védeni azt a címet, holnap tovább fog-e menni, vagy pedig itt fogja befejezni a mérkőzéseit, és pont az ellenfele tud ennek örülni, és akár menni azért a győzelemért. Lövések megint a TSK oldalán voltak több, pontosan 10 darab, még az MTK-nál 5 darab lövés. Viszont most jön a Game 7. Páratlan számú game, az első, a harmadik és az ötödik game az MTK-nak kedvezett, és az első kettő percben, az első két-három percben rendre három lőtt gólt tudtak maguknak szerezni, még a TSK maximum egyet tudott, és aztán a végén próbált rohanni. Most ezt nem engedheti meg, itt a hetedik mérkőzésem. Nem engedheti meg, és gyorsan kell válaszolni. Nincs időkérés. És ráadásul ez is, amúgy meg is vagyok lepődve, ahhoz képest, hogy azt beszéltük, hogy valamelyik csapat valószínűleg ki fogja kérni, pont ahol kiemeltük, hogy az MTK ehhez képest nem történt meg. Magabiztos mind a két csapat, és itt a Champions Field-en végül egy gól fog múlni, akár, hogy mi, melyik csapat lesz a győztes. És most jelenleg azt látjuk, hogy az MTK az, aki elkezdené a sorozat lövéseit, azonban szép a tisztázás, Trolli még mindig ott van, Norbi felé le is passzolja, Norbi vissza Trolli felé, azonban az csak sarokba sikerül, Trolli kevés boosttal megnyeri a 50-t, Norbi érkezik, viszont Zenedar tisztáz, és végül Piro egy az egyben Christiannel tud menni, azonban a 50-t megnyeri. Óriási nyomás az MTK-n, hiszen az első esemény győzteséről beszélünk, és jelenleg az ötödik, hatodik helyen, hát nem tudok szebb szót mondani, kizúghat az MTK Budapest. Egyáltalán nem ez lenne az elvárás a csapaton. Viszont a TSK rendkívül jó formában, sokkal jobban játszik, mint talán eddig bármikor a történelmük során. És ott van egy nagyszerű felszabadított labda. És most ők tudnak támadni. Milán, most nem jött az a nagyon gyors három MTK találat. Talán ez jól is fog nekünk jönni. Masztiplikát lefékeli, Trolli, Norbi, még mindig Norbi, és a rövidben nem fér vele a labda. És végül Milánnak kell figyelni, hogy Christiannel szemben meg is nyeri a 50-t, Trollinél kell a touch. Meg is van a tisztázás, akár még lövő is lehet Norbitól, azonban jó volt a blokk, Christian még mindig ott van, backboardról végül nincsen meg a lövő, Norbi még mindig próbálja tartani a nyomást, azonban végül Piroék tudnak tisztázni túloldalra, Trolli pedig készülhet is rá. Viszont nincsen meg a touch Milán, egy az egyben Norbival szemben, nincsen boostja, Norbi észre is veszi azt, és végül Christian az, aki fölkészíti Norbit. Norbinak nem pontos a passza most Trolli felé, Trolli hátra viszi bal hátulról, és egy bombával próbál a ceilingről valamit elérni, de inkább most odaadta talán TSK-nak a labdát, Piro tovább teszi Milán felé, Milán, Pirótól nem jó a beleérés, Zenedar magának teszi fel a cornerbe. Megvan még egy társ, Trolli viszont lefüleli. Nagyszerűen, fél távhoz érünk, nincs még lőtt gól. Megy a bumpra Zenedar, Christian viszont nemes egyszerűséggel kikerüli őt. Még mindig Zenedar, most pedig ő kap egy demót Christian révén. Ott van még egy kapura ment labda. Majd megint Milán, Milán mehet, még egy touch, ott lehet a lövés, Zenedar, backboard, de megint ott volt a double commit Piroé között, és nem megy be, Trolli az, aki ki tudja védeni.
épp hogy ott van a kapufánál, és annak a segítségével védekezik, Bro viszont visszapasszolja Milánnak. Azonban végül nem volt meg a lövőzene, de annak kell figyelnie, jó is a clear. Azonban Trollihoz érkezik a labda, fölkészíti Christiant, Bro közbe avatkozik, Zenedar pedig megy a bumpokra. Milánnak kell készülődnie arra a passzra, nincsen meg a touch, Zenedar ismét a sarokból, Bro érkezik, Norbival szemben, azonban elveszíti a 50-t, Christian full boost, el tud vele indulni, Milán megállítja őt. Zenedar felteszi, lejön Zenedar elé, úristen, valami krampint-szerűség, végül nem akad be a labda a hálóba. Bro inkább hátrébb teszi Milánnak, viszont az elég veszélyes, így Zenedarnak kell most már figyelnie. Trolli van fent a levegőbe. Trolli, Bro nem érkezik, inkább Milánnak hagyja. Elképesztő nyomásra, s már maga van érzem ezt a nyomást, ami a két csapaton van. Ki tudja megtörni először azt a jeget? Ki tud először betalálni az ellenfélbe? Trolli! Hát Trolli és az MTK Budapest! 1 perc 20 másodperc! Krisztőnek az asszisztja, és Trollinak a lövése. Lemaradt erről a TSK. Másfél perc átra, kevesebb is, sőt, és a TSK-nak kell rohanni a minimum két találatért azért, hogy megnyerje ezt a mérkőzést. Futnia kell a találatokért, Zenedarnak kell készülődnie hátul, azonban érkezik Trolli, ismét lövő, Norbi középen várakozik, nincsen meg a kapura helyezett labda, Bro pedig ott van középen, nincsen elég boostja, hogy lepasszolja a csapattársának. Zenedar, illetve inkább Milán, az aki megnyeri a 50-t, Christiannel szemben végül tovább tudja passzolni. Zenedar érkezik lövő! Egyenlít a csapat! Micsoda lövés Zenedartól, és mikor máskor, ha még egyszer a tarsolyban egy ilyen gyönyörű lövés, hát most kell kihúzni. Nem ér oda Norbi, és egyik kék játékos sem. Visszajön 1-1-es döntetlenre a TSK. 58 másodperc. De hát ez az 58 másodperc még akármennyi gólt is tartogathat itt nekünk. Trolli az, aki előre teszi a labdát. Végül Milán. Nem jó a beat, Christian inkább megszerzi a labdát most Norbi felé. Norbinak a tárcsa viszont nem jó. Milán az, aki megszerzi így. Bro nincs elég boostja, viszont jön Zenedartól a lövés. Milán feszedi a boostot, és kontrollálhatja. Elszállt trippel, viszont így indulunk az utolsó 30 másodpercre. És a Norbi mehetne a bumpokra, a Christian pedig megnyeri a 50-t, Trolli pedig szépen befékeli, backboardra vissza rá tudja rakni középre, Christian pedig a lövő megnyeri a 50-t, azonban kaput nem veszélyeztet, Bro-tól pedig veszélyes volt a tisztázás, Milán éppen hogy fönn volt, akármely Norbi lepasszolhatja középre, Bro közbeavatkozik, Milán illetve Zenedar ott van középen, utolsó 10 másodpercünk van, Zenedar föl is képíti, azonban végül Christian az, aki megállítja őt, utolsó 1 másodperc, 0, lepattan a labda, overtime! Egyetlen egy darab gól dönt arról, hogy melyik csapat harcolja ki továbbjutását a top 4-be, és melyik csapat lehet holnap ott a Championship Sunday-en az elődöntőbe. Kettő csapat nagyon jó volt ma elközül a két csapat közül, de csak egy lehet, és az a TSK! Zenedar belövi 17 másodpercet követően! Óriási bot, megbámpolja Christian Milánnak az autóját, ha jól láttam. És Zenedar az, aki az utolsó és egyben utolsó lövés végrehajtva lezárja a mérkőzést, megtöri azt a színskálát, amit mutatott eddig a mérkőzés. Game 8 overtime-ban egy ilyen mérkőzést nyer meg a TSK. Hát ez valami lenyűgöző. Talán eddig a 2023-as idény egyik a legjobb mérkőzését láthattuk. És ki kell emelni külön. Ez viszont az MTK Budapest a címét már nem tudja megvédeni. Kiesett, és innentől kezdve a csapata tud tovább menni, és akár a döntőig játszani.